Jól teljesít az online számlarendszer, az indulás óta eltelt fél év alatt bebizonyosodott, hogy kiszűrhetőek a családgazdálkodók, fehéríti a gazdaságot és az államkassa bevételeire is jó hatással van. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 11 ezer társas vállalkozás működik, illetve közel 8 ezer egyéni vállalkozó van. Őket érintheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatszolgáltatási kötelezettsége. Az online számlázás 2018. július 1-től működik. Azoknak a belföldi adóalanyoknak kötelező az online számlázás, akik 100 ezer forint fölötti áfa értékű számlát állítanak ki. Online számlázó programmal a kötelezettség könnyen teljesíthető, de a számlák manuális feltöltésére is lehetőségük van a vállalkozásoknak. Szeptemberre már a 10 milliómodik online számla is beérkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. Az év elején pedig a rendszer kiemelkedő hatékonyságát dicsérte Varga Mihály pénzügyminiszter. A témával kapcsolatban vendégem a stúdióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának sajtóreferense Magyar Norbert. Köszöntöm a stúdióban. Kezdjük el. Mit jelent az, hogy jól teljesít az online számlarendszer? Mi volt az elvárás, és ehhez képest mi a helyzet? Hát az elvárás ugye az jogszabályilag kötelezettek a gazdálkodó szervek arra, hogy a 100 ezer forintot meghaladó áfa tartalommal rendelkező számlákat elektronikusan feltöltsék a NAV rendszerébe, tehát egyfajta kvázi online adatszolgáltatásra kötelezettek, amely jelen idejű adatszolgáltatást jelent, és ahogy a bejátszásban is elhangzott, a bejátszásban megjelölt idő óta egyébként már összesen januári 28 millió ilyen számla érkezett be. Ez rengeteg adatot tartalmaz természetesen, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal és nagy feladatot ró ennek a feldolgozása. Mi volt az elsődleges célja ennek az online számlázási rendszernek a bevezetése, és miért pont akkor történt, amikor, ha ezt így meg lehet fogni? Természetesen a gazdaság fehérítése volt az elsődleges feladat, itt az EKR rendszer bevezetése után került sor erre a számla rendszer feldolgozására, illetve bevezetésére. Ugye az online pénztárgép is egyfajta képet ad a gazdálkodó szervekről, a viszonylatolási fegyelem megtartásáról, és nagyon fontos volt, hogy ugye korábban nem 100 ezer forint feletti áfatartalommal, hanem 1 millió forint feletti áfatartalommal rendelkező számlákat kellett feltölteni többszöri módosítás után, később, illetve régebben ez még magasabb volt ez az összeghatár. Így viszont egy pontosabb képet kapunk a gazdálkodók közötti pénzmozgásokról, arra vonatkozóan, hogy az áfa bevallásukat megfelelően teljesítik-e, illetve a család cég láncolatok deríthetők fel ezzel a rendszerrel, hiszen a kockázat elemzéseink során felhasználjuk azokat az adatokat, illetve összevetjük a saját rendszereink adatával, akár a be nem életet alkalmazottat foglalkoztató cégek adatbázisával, vagy az EKR adatokat tartalmazó adatbázissal is, amelyek egyébként szintén áfa visszaigénylésre jogosultak. Ez egy kész rendszer, vagy mint minden másnál itt is érvényes az, hogy folyamatos fejlesztések érintik? Természetesen az elindulás óta, ugye ez tavaly első fél évben történt, már jöttek visszajelzések a rendszerrel kapcsolatosan, úgyhogy januárig folyamatos átalakulás alatt volt, itt bírságra nem is számíthattak azok a vállalkozások, akik esetlegesen nem tudták teljesíteni határidőben, vagy nem megfelelően teljesítették ezt az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ezek után azonban már ellenőrzések indulnak a számlarendszert használókkal kapcsolatosan, itt a Budapesti Főigazgatóság indít ellenőrzést elsősorban, természetesen itt a budapesti székhelyű vállalkozásokat fogják vizsgálni első körben, de természetesen számíthatunk arra is, hogy a későbbiekben az országos ellenőrzés lesz. Ez könnyíti egyébként a munkát, bár elhangzott, hogy ugye egyelőre nagy terhet ró mindazokra, akik feldolgozzák az így érkezett adatokat és számlákat, de ez idővel jelentheti azt, hogy könnyebb lesz. Az ellenőrzési folyamatot már most is könnyebbé teszi, hiszen ugye online rendszer működik, ez jelen idejű adatszolgáltatást jelent. Itt az ellenőrzési tevékenységünknél, a kockázatelemzésnél, illetve a célzott kiválasztásnál nagyon fontos adatokkal bírunk már akkor is, mielőtt megkezdtük volna magát az ellenőrzésnek a folyamatát. Minden esztendő elején kell beszélnünk az SZJA bevallásokról. Én úgy gondolom, hogy itt is egy könnyebbségi folyamatról kell és lehet beszámolni.
Így igaz, az idei évtől már az egyéni vállalkozók is kapnak egy bevallási tervezetet, ahogyan korábban az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek is megkapták ezt. Azonban, ahogy az ő esetükben is az egyéni vállalkozóknak is össze kell vetniük a saját pénzügyi adataikkal, tehát vannak olyan adatok, amelyek a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendelkezésére természetesen nem állnak az egyéni vállalkozók bevételével kapcsolatosan. A bevallási tervezetet a kifizetőktől származó februárig, idei februárig teljesített adatok alapján állítjuk össze, és nagyon fontos megemlíteni, hogy február 25-i határidő most már kitolódik, május 20-ára az egyéni vállalkozók bevallásának benyújtása szempontjából is, tehát mindenkire egységesen a május 20-ai határidő fog vonatkozni a későbbiekben. Mi a teendő? A teendő az, hogy ezt a bevallási tervezetet március 15-ig megkapják az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek, és ellenőrizzék le. Hogyha megfelelően találják, akkor semmilyen más teendőjük nincs, mint elfogadni ezt a bevallási tervezetet. Ha ezt nem teszik meg május 20-áig, akkor automatikusan elfogadottá válik, azonban a felelősség ilyen esetben is a bevallást benyújtóé, tehát jelen esetben az adózóé. De nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat ugye a rendelkezésünkre álló pénzügyi adatok, illetve a kifizetőktől származó adatszolgáltatások alapján állítjuk össze. Ez a bevallási tervezet nem azt jelenti, hogy 100%-os biztonsággal megfelel az adózó pénzügyi adatainak, ezért fontos ennek az ellenőrzése. Arra több mód is van, tehát az elmúlt esztendőkben is többféle mód volt, hogy önökkel kommunikáljunk. Tehát aki nem rendelkezik ilyen ügyfélkapuval, persze a vállalkozók nyilván rendelkeznek, de azok kedvéért is ejtsünk pár szót ezekről a lehetőségekről, akik mondjuk már az elmúlt években is kaptak tervezetet, tehát abba a kategóriába tartoznak. Ugye be lehet személyesen menni kirendeltségekre. Így igaz, több lehetőség is van a bevallás benyújtására, tehát hogyha valaki nem rendelkezik ügyfélkapuval és nem is kíván a későbbiekben ügyfélkaput nyitni, akkor ezt a bevallási tervezetet akár személyesen is átveheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, illetve SMS-ben is kérheti ennek a megküldését, vagy akár a NAV honlapján található űrlap kitöltésével is kérheti ennek a megküldését is, miután megküldik akár papír alapon a megfelelő módosításokkal benyújthatja az ügyfélszolgálaton. Azt hiszem, hogy egy-két mondat erejéig az adónk 1%-ának felajánlásáról is beszélhetünk. Minden esztendőben azért itt fel kell egy fontos listára hívni a figyelmet. Így van, természetesen idén is lehetőség van az 1+1%-os felajánlásokra, és a felajánlásoknál fontos, hogy azoknak a szervezeteknek tegyék meg a felajánlásokat az adózók, akik ugye jogosultak a felajánlás fogadására. Mind az egyházakkal, mind a civil szervezetekkel kapcsolatosan egy listát megtalálnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján az adatbázisok fül alatt, ahol a jogosult szervezetek vannak felsorolva, akik fogadhatják ezeket a felajánlásokat, hiszen sok esetben tapasztaljuk azt, hogy a felajánló szervezet nem jogosult valamilyen oknál fogva, akár jogszabályi kötelezettségének nem tett eleget, vagy akár köztartozással rendelkezik, de valamilyen okból nem tudja fogadni ezeket a felajánlásokat, ilyen esetben ezek az államkasszában maradnak. Ugye ez a lista, ez változhat. Tehát bármikor változhat, bármikor lekerülhet róla valaki, vagy egy bizonyos működési idő elteltével fel is kerülhet valaki. Természetesen ezt a listát negyed évente frissítjük, így most az aktuális friss listát fogják megtalálni az adózók, de mindenképpen érdemes a felajánlás előtt tájékozódni arról, hogy az a szervezet, akinek a felajánlást kívánják tenni, bizonyosan szerepel ezen a listán. És egy érdekes dologról is kell beszélnünk, alig 3 hete, hogy a horgászengedélyeket is ugye adókártyához kötötték, tehát hogy tulajdonképpen önöknek is közük lett azokhoz a horgászokhoz, akik engedéllyel rendelkeznek. Mit lehet erről elmondani? Hát ugye nagyon sok ügyintézéshez már adókártyára van szükség az okmányirodákban, vagy akár ügyvédnél, akár gépjármű eladásnál, vételnél, vagy akár lakóingatlan értékesítésénél. Így most a horgászengedélyek is adókártyához kötöttek lettek. Nagyon fontos, hogy ha valakinek eltűnik az adókártyája, akkor ugye ennek az igénylését meg kell tenni, hiszen 15 nap áll a rendelkezésünkre, hogy ezt az adókártyát tudjuk pótolni az igénybenyújtását követően. Azonban, ha valakinek azonnal szüksége van rá, akkor természetesen egy helyettesítő okmánnyal az adóazonosító jelet mi kiállítjuk a részére, és tudja használni a továbbiakban, akár a kormányablakokban is. Itt a T34-es jelű nyomtatvány kitöltésével tudják akár ügyfélkapun, akár személyesen igényelni az adózók, akiknek szükségük van adókártyára.
Itt az adóazonosító jellel, illetve az adókártyával kapcsolatosan fontos megemlíteni, hogy első esetben ingyenes ennek a kiállítása, illetve akkor is, hogyha valamilyen adatváltozás történt az adózóra vonatkozóan, vagy esetlegesen ellopták az adókártyáját. Hogyha azonban megrongálódott, vagy egyszerűen eltűnt ez az adókártya, akkor 3000 forint illeték köteles ennek a kiállítása. Én gondolom, hogy az önök honlapján ezeket az információkat mindig meg lehet napra készen találni. Természetesen ezekről folyamatosan tájékoztatjuk az adózókat. Köszönjük szépen, hogy itt volt a stúdióban, és tájékoztatta a kedves nézőket.